A Dubna stratégia olyan országhatárokon átívelő fejlesztési program, összekapcsolódási lehetőség, ami nagyon komoly feltételeket, újabb és újabb lehetőségeket teremthet a Dél-Alföldi régiónak. A Dubna stratégia meghatároz bizonyos célokat, amely célok megvalósítása érdekében a meglévő fejlesztési programjaikat, úgynevezett operatív programjaikat kell az egyes tagállamoknak összehangolniuk. Ha regionális operatív programok vannak, akkor az egyes szomszédos, egy országhatár két különböző oldalán lévő régióknak, és így az összehangolás teremt forrást olyan problémák megoldására, vagy olyan programok megvalósítására, amire korábban nem tűnt lehetőség. Tudjuk, hogy a Duna stratégia azért tágabban értelmezi a térséget, de mégis a Dél-Alföld és Szeged például mit profitálhat ebből? Alapvetően azt, hogy ebben a szűkebb régióban a szomszédos romániai, a szomszédos szerbiai és itt a Dél-Alföld régió intenzív együttműködésében a külön-külön meglévő, ma az ország határok jelentette kereteken belül gondolkodó fejlesztési programok összekapcsolásával és összehangolásával, olyan a Duna stratégiában szereplő környezetvédelmi, közlekedésfejlesztési, intézményfenntartási, tehát a Duna stratégiában szereplő célok megvalósítását szolgáló fejlesztéseket lehet megfogalmazni, amihez Románia, Szerbia az előcsatlakozási forrásai terhére és Magyarország is a rendelkezésre álló uniós forrásokból tud hozzárendelni pénzt. Akkor ez azt jelenti, hogy létrejön egy a Duna stratégiához kapcsolódó pályázati forrás? Nem. A Duna stratégia azt mondja, hogy ezen célokat csak közösen tudjátok megvalósítani, a rendelkezésetekre álló forrásokat és a források felhasználására szolgáló programokat hangoljátok össze, és ne külön-külön, hanem együtt csináljátok meg, mert így a külön-külön megfogalmazott célokon túl még a csak közösen megfogalmazható és elérhető célokat is meg tudjátok csinálni. Szeged és ez a régió még abban is profitálni fog a Duna stratégiából, hogy a Duna stratégia alapján létre fog jönni egy Szeged alap. Nem mond ellent annak, amit eddig igyekeztem elmondani, a Duna stratégiához nem lesz hozzárendelve plusz forrás. A Szeged alapba megjelenő uniós pénz a balkáni térség előcsatlakozási programjait segítheti. De egy ilyen alap, ezen alap működéséről test közelből megszerezhető információk nagyon komoly lehetőséget teremtenek, hogy a Dél-Alföldi régió vállalkozásai, a Dél-Alföldi régió tudományos és kutatóintézetei, a Dél-Alföldi régió szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásai tudjanak az ország határain kívül a balkáni térségben finanszírozott projektek, programok megvalósításában részt venni, és így anyagilag is előnyökhöz lehetőségekhez jutni. Mikortól és mekkora kerettel működik várhatóan ez? 2011. júliusában indul el a Duna stratégia megvalósítása, szerintem az előttünk álló másfél-két évben fog ez az alap felállni, erről pedig az Európai Bizottságnak kell döntenie, pontosan mennyi uniós forrás felhasználásáról fog ez az alap majd rendelkezni.